Óriási érdeklődés mellett tartották meg az idei Tiszató átúszást és áthevezést az Abátszalóki strandon a Magyar Kajak Kenu Szövetség szervezésében. Abátszalókváros önkormányzata és a Tiszatavi Turisztikai Kerekasztal partneri együttműködésében. A nagyszabású sporteseményt már harmadik alkalommal szervezték meg. A Magyar Kajak Kenu Szövetség már sokkal régebb óta tervezi, hogy a szabadidő sportágnak minél nagyobb figyelmet szentén, és minél több lehetőséget biztosítson, hogy biztosított körülmények között lehessen átevezni a hazai vizeket, de ez egy rendhagyó kezdeményezés volt 3 éve, hiszen a Magyar Úszószövetséggel karöltve, ugye itt átúszni is lehet, és nyilván úgy alakítottuk ki a távokat, úgy alakítottuk ki az időrendjét az eseménynek, hogy mindkettő távot akár teljesíteni lehessen a nagyobb sportértéket kereső és kihívásokat kereső résztvevőknek. Ugye az átevezés az 8 kilométer oda-vissza, az átúszás pedig egy 3,6 kilométeres távon kerül megrendezésre. Ugye már, ahogy látszik is a háttérben, 9 órától már elrajtoltak az átúszók, 10 órakor kezd az átevezés. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú esemény sikerült tökéletes időjárási körülmények között ma is elindítani, és bízom benne, hogy a korábbi éveket jóval megdöntve egy közel 800-1000 fős létszámot is elérünk a helyszín nevezőkkel, és évről évre ezt tudjuk még növelni. Én azt gondolom, hogy nyilván itt az időjárás, a széljárás, a hullámzás, ami nagyban meg tudja nehezíteni, tehát a mai nap ez nem jelentkezik, tehát ez tökéletes, illetve a Tiszatónak ugye sajátossága a súlyom, vízi növényzet, ami azért meg tudja nehezíteni, de az eseményt megelőzően mindig kérjük itt a helyi szolgáltatókat, hogy segítsék a rendezvény lebonyolítást azzal, hogy kiírtják az úszó meg az evező folyosóban, tehát én szerintem itt az egyetlen nehézséget az jelenti tényleg a táv, mert aki azért komolyabb, hosszabb távokat, mert ezt szerintem úszásban mindenképpen lehet hosszúnak nevezni, nem teljesített még, annak ez mindenképpen kihívást jelent. Az úszók 30 fős csapatokban dudaszóra vágtak neki a közel 4 kilométeres távnak. Megkérdeztünk néhány jelentkezőt, hogyan készült fel az eseményre. Egész évben szoktam úszni, nagyon extra nem készülök rá, ilyenkor egy kicsit több, tehát nagyobb távokat szoktam úszni előtte. Huba Imre, a Jászlanykun-Szolnokvár megyei közgyűlés és a Tiszató térségi fejlesztési tanács elnöke riporterünknek elmondta, idén rekordszámú résztvevővel zajlott a Tiszató áthúszás és átevezés. Közel 800-an teljesítették úszva, evezve vagy szápon a távokat. Az ilyen rendezvények zászlós hajója annak, hogy a Tiszató jó híre, ismertsége és népszerűsége tovább erősödjön. Évről évre egyre többen neveznek az átevezés és az átúszás is. Azt látjuk, hogy egyre népszerűbb nem csak a fiatalok, hanem a középkorúak és az idősebbek körében is, akár a szappozás, akár a kajak, a kenu, vagy akár az úszás. És látjuk, hogy az olimpiai sportágak is fölkeltették az érdeklődést ez irányába, és a fiatalok egyre szívesebben választják ezt a sportolási módot, hiszen ezt egész nyáron lehet űzni, és látszik, hogy most a nyár is kivételesen kedvezett ezeknek a vizes sportoknak itt a Tiszatónál. Látjuk a vendégek, a látogatók létszámából is, hogy közel 50%-os a növekedés itt a Abátszalókon, amikor az ember azért aggódik, hogy a Covid után és a különböző válságok közepette miképpen fognak majd a vidéki turisztikai attrakciók megtelni. Hát a Tiszatónál ezért úgy látszik, hogy nem kell aggódnunk, mert megvan a természetes vonzereje, és ide vonzza az embereket. A mai verseny ez egy kifejezetten élmény alapú versenyzés, az ember saját magát akarja csak legyőzni, saját magának akar bizonyítani, de én azt gondolom egymásnak is tudnak itt a versenyzők, hiszen azért mégiscsak jó eső érzés, hogyha egy népes, akár 4-500 fős mezőnyből valaki kiemelkedik azzal, hogy ő volt a leggyorsabb. Az úszók után az átevezők is nekivághattak a rajtnak. Az indulás előtt Tóth Tibor, Abátszalók alpolgármestere, valamint Huba Imre, Jászlanykun-Szolnokvár megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket. A legtöbben szapon szálltak vízre, de rengetegen jöttek kajakkal vagy kenuval is a tiszatavi megmérettetésre. Egy versenyző riporterünknek elmondta, hogy szerinte mi az, ami annyi embert ide vonzott Abátszalókra. A Tiszató maga, az élővilág, a labirintusai, a felfedezése, illetve az, hogy gyakorlatilag egy nap rengeteget lehet evezni. Én evezős oldalról közelítem meg, úgyhogy elsődleges az, hogy merre tudok evezni, és a Tiszató kiváló lehetőséget kínál felfedezőknek, labirintusjáróknak, számtalan eldugott részére lehet elmenni.
Egy férfi riporterünknek elmondta, hogy először vett részt a versenyen. Kifejezetten tetszik neki, hogy amatőrök és profik is együtt indulnak. Arról is kérdeztük, miért éppen szapot használt. Nagyon könnyű megtanulni ezt a szapot. Könnyű elsajátítani, hogy már élvezhetően haladjon vele az ember. Az eszközök se olyan drágák beszerezni, úgyhogy mindenképp javaslom annak, aki jól tud úszni és vízsport közelében él, hogy kezdje el. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Tiszató miniszteri biztosa, és Huba Imre Jászlajkó Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke együtt teljesítette a 8 kilométeres távot. Képviselő úr elmondta, a Tiszató Magyarország, sőt talán egész Közép-Európa egyik közkedvelt, látogatott helyének nevezhető. Ez látszik a mostani rendezvényen is. Hát az egyik legnagyobb közösségi sportrendezvény, hiszen a kerékpár után a vízisportok itt a Tiszatónál a legfontosabb aktív sportturisztikai rendezvények. Idén 40%-kal nőtt a vízieszközökkel nevezők száma, nagyon sok úszó van, és azt mondhatjuk már, hogy látjuk nagyjából a nyári szezon végét. Itt az Abáczalóki strandon is és a környékbeli strandokon is tavalyihoz képest nőtt a vendégforgalom. Ez mindenképpen örömteli, hiszen a külföldi és de főleg a magyar turisták felfedezik a Tiszatavat, az aktív turizmusnak szerintem Közép-Európa legcsodálatosabb helyszínét. Az aktív turizmusban a kerékpárosok rengetegen vannak, több tízezer kerékpáros tekeri körbe a Tiszatavat, de a túrázók, a kajakosok, a vízisportolók, minden évszakban vannak túrázók, de főleg a tavasztól a késő őszig, amikor kerékpározni lehet, vagy vízitúrázni a Tiszatavon, akkor a legnagyobb a tömeg. Folyamatosan voltak rendezvények, még itt az év, a szezon végén még lesznek nagy rendezvények, de az aktív turizmusban ez az utolsó szezon nagy rendezvénye, a Tiszató átúszása és átevezése. Az átúszást és az átevezés sikeresen teljesítőknek járt a jól megérdemelt befutóérem. A kategóriákban a három legjobb időeredményt elérők egyedigre a vírozott plakettet vehettek át a verseny végén.